Mai programunk, hogy elmegyünk a Hello Hősök Fesztiválra, ahol azt fogjuk, ahol annak fogunk utána járni, hogy milyen lehet 2014-ben hősnek lenni. Ez a fesztivál arról szól, hogy mindenkiben ott van a hős. Csak el kell hinni magunkról, hogy meg tudjuk tenni, és mi azok vagyunk, akik ezt meg tudjuk tenni. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye ti jó emberek vagytok. Tegye fel a kezét, aki úgy érzi, hogy jó ember. És komolyan. Tehát, hogy a hősiességnek két alapeleme van. Az egyik dolog az az, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem próbáljunk a másikra is figyelni valamennyire. A másik dolog pedig az, hogy ne passzívak legyünk, hanem próbáljunk meg aktívan tenni valami. Kockázat nélkül nem igazán van hősiesség. Nincs behangolva. De be van hangolva, mi hangoltam? A kedvenc hősöm az Héraklész, aki félig Isten, félig ember, igazából Zeus az apja, és ő találta fel az olimpiát, sőt, ő kapta meg az első aranyérmet is, azt hiszem Pankrációból. És volt neki egy rekordja, amit aztán 500 évig senki nem tudott megdönteni. Na, ő egy igazi hős. Nem a múltbéli ilyen nagy hősökről akarunk mi szólni, hanem éppen nagyon hétköznapi emberekről. The mythical heroes really were killers. They became heroes because they kill more of the enemy than the enemy killed them. For me, the notion of what it means to be a hero is slightly different from other people. My focus is on ordinary people who every day could do a deed of kindness, of caring, of make a sacrifice for other people. Egyszer volt olyan, hogy hát az nem egyedül csináltam, hogy anyával találtunk egy pénztárcát, benne volt igazolvány, minden, és visszavittük. Arra a házszámra is bedobtuk a postaládába. Kérdés elsősegélynyújtók vagyunk mind a hárman. Milyen szinten hősök? Úgy veszük. Riasztottak egy olyan esethez, aki borzasztó rosszul volt, hiperventilált a lány, nem kapott levegőt, le volt izzadva, leesett a vércukra, és az igazából tényleg egy kis hőstett volt, hogy oda mentem, és akkor én nyugtattam meg a lányt, amíg nem jött az ellátási segítség. The most important thing we're trying to do is to change some of the teaching in schools, to include in subtle ways ideas about everyday heroism in the Hungarian school system. Nemrég bebizonyította a brit génkutatás, hogy a túlélés feltétele a súlyos képmutatás, a diszkrét közöny, az udvarias gyávaság, a sorból kilépni, az emberiség elleni lázadás. Beengedtek minket a backstage-be, és itt vagyunk, ahol elvileg a zenekarok gyűlnek, meg pakolnak, és majd, igen, elvileg valakit el is fogunk kapni, és elbeszélgetünk vele. Tavaly szerveztünk egy koncertet, aminek a teljes bevételét arra ajánlottuk fel, hogy játékokat vegyünk a Heimpál gyermekkórháznak. Ez mondjuk egy nagyobb hőstett, de egy kisebb hőstett például az, amikor próbára menet veszek sört, és nem egyet veszek, hanem kettőt, mert tudom, hogy a Máté is szereti, és adok neki. Rá kell hangolni magunkat, hogy bizonyos helyzeteket észrevegyünk. Itt szokott elbukni legelőször a dolog. Utána észrevettük a helyzetet. Akkor nagyon gyakran fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért pont én lépjek közbe, itt szóltam egy csomó más ember, aki potenciálisan tudna segíteni ebben a helyzetben, potenciálisan tudna tenni egy másik emberért. Szemtanúi leszünk mindjárt annak, hogyan reagálnak az ártatlan járókelők, amikor valaki sírva fakad. A kamerát már rég kikapcsoltuk, mire valaki oda ment. We can change the national mentality away from pessimism and cynicism and skepticism to optimism. It's kind of showing how people also are objects of capitalism. They're treated in the real world like consumer items.